Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mivel is foglalkozunk? Mit csinálunk? Coach képzéseket tartunk, de ilyen speciális módon. Ez mit jelent, hogy speciális módon? De egyáltalán mit jelent az, hogy coach képzés? Ugye a coach azt jelenti, hogy edző, és ugye a mi értelmezésünkben ember és életjobbító edző, tehát amikor valaki mondjuk coachingol, akkor képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Tehát egy coachhoz úgy szoktak fordulni, akkor szoktak fordulni, hogyha van valami probléma. Milyen területeken szokott probléma lenni az életben? Nézzük meg gyorsan. Itt van 10 területe az embernek. Ha ez a 10 területtel gond van, mármint valamelyikkel a 10 területből, akkor lehet egy coachhoz fordulni, és a problémának az okát a coach ki tudja deríteni, és a megoldást is át tudja adni. Ez nem jó, ha túl direkt módon történik, tehát itt nem arról szól a történet, hogy az ember ossza az észt, hanem arról szól a történet, hogy rávezessük a másikat arra, hogy mi lehet a problémájának az oka, és ezt hogy tudná megoldani. A coach egy szakma. Na most mi annyiból teljesen különbözünk a többi coachképző intézménytől, hogy engem világ, mivel az egész rendszert én dolgoztam ki, engem ugye érdekeltek régóta már a szellemi dolgok, és ennek köszönhetően nem csak a fizikai valóság érdekelt engem avval kapcsolatban, hogy az embernek milyen problémái vannak, hanem érdekelt a lelki dolgok is. Tehát az olyan nem kézzelfogható dolgok, amire sajnos itt a nyugati társadalomban, ahol élünk, a legtöbb ember hát azt hiszi, hogy nem is létezik. Tehát az embereket arra tanítják, hogy úgy éljék az életüket, hogy abban higgyenek, amit látnak, vagy amit meg tudnak fogni, vagy amit az öt érzékszervükkel tudnak tapasztalni, megtapasztalni, abban higgyenek. És ami az öt érzékszervvel nem tapasztalható meg, abban ne higgyenek. Na most ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy akkor levegőben sem kellene hinni, mert hát igazából ugye nem tudjuk megfogni, bár a szelet tudjuk érzékelni, de ha mondjuk szélcsend van, akkor próbáld már a levegőt olyan nagyon érzékelni, hát mondjuk akkor is érzékelheted, hogyha szaladsz, hogy valami jön veled szembe, valami légáramlat. Tehát sok olyan dolog van az életünkben, amit az öt érzékszervünkkel nem tudnánk megtapasztalni, vagy nem tudunk megtapasztalni, és mégis létezik. Sőt, akármilyen hihetetlen lehet, hogy furcsán fog ez hangzani, ha az életben mondjuk meg akarsz valósítani dolgokat, és etikusan akarod ezt megvalósítani, tehát figyelembe véve az erkölcsöt, a becsületet, a tisztességet, akkor ahhoz nagyobb mértékben kell a szellemiség, mint maga a fizikai cselekvés. Tehát ami azt jelenti, hogy ha az ember ismeri azokat a dolgokat, aminek igazából semmi köze a fizikához, de köze van a kvantum fizikához. Tehát a kvantum fizikusok már az olyan nem érzékelhető dolgokat, amit az öt érzékszervünkkel nem érzékelünk, a kvantum fizikusok
már képesek arra, hogy felfedezve, tehát felfedezték és lássák, mit tudom én, különböző olyan technikai eszközökkel, amit az ember a fizikai valóságban nem tud, az öt érzékszervével technikai eszköz nélkül érzékelni. Egyébként csak annyit mondanék, hogy ugye onnantól tudják, hogy vannak olyanok, hogy molekulák, meg atomok, meg sejtek, mióta ugye felfedezték azokat a nagyító eszközöket, amik olyan mértékben fel tudják nagyítani a dolgokat, ugye mikroszkóp vagy elektromikroszkóp, olyan mértékben fel tudják nagyítani, amit az öt érzékszervünk nem érzékel. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy csak olyan dolgok vannak, ami léteznek, amit az érzékszerveinkkel, és csak abban lehet hinni, amit az érzékszerveinkkel érzékelünk, akkor csak ugye mondanám, hogy már általános iskolában használtunk mikroszkópot, amivel érzékelhettünk olyan dolgokat is, amit egyébként akár több ezer éven keresztül nem biztos, hogy az emberek tudtak, hogy létezik. Na most onnantól kezdve, hogy mióta vannak olyan technikai eszközök, amivel érzékelhetők olyan dolgok is, amit az öt érzékszervünkkel nem tudunk érzékelni, onnantól kezdve megdőlt az összes olyan fajta gondolkodás, hogy hiszem, ha látom, vagy hiszem, hogyha az érzékszerveimmel meg tudom tapasztalni. Na most gondoljátok végig, hogy vannak olyan kutatólaborok, ahol kvantumfizikusok, kvantumfizikai eszközökkel olyan dolgokat tudnak érzékelni, tehát szó szerint látni, ami azért nincs propagálva, mert akkor az embereknek a gondolkodása az nem feltétlenül abba az irányba terelődne, mint amit most szeretnék, hogy terelődjön, illetve amiben terelték itt az elmúlt száz évben az emberek gondolkodását. De most gondoljátok végig, ha egy ember csak abban a dolgokban hisz, amit meg tud látni, vagy bármilyen érzékszervével meg tud tapasztalni, akkor gyakorlatilag az élete, az életének az értelmét, az teljes egészében a fizikai anyag fogja kitölteni. Tehát az lesz az életének az értelme, hogy fizikai anyagokat használjon. És magát a testet is, a saját testét, amit ugye tud látni, és tud érzékelni az érzékszerveivel, vagy egy másik embernek a testét tudja érzékelni. Hát ugye annak kielégítésére használjon anyagot. Tehát anyagot. Na most, hogyha a kvantumfizikusok találmányai, amit inkább felfedezései, amit felfedeztek az energiákkal kapcsolatban, akkor az emberek, ha ezt tudnák, hogy miket fedeztek föl, akkor egész másként kezdenének el működni. Tudod miért? Azért, mert az embernek a gondolata befolyásolja a saját jövőjét, vagy akár mások jövőjét. Úgy, hogy nem tesz semmit, csak a gondolatával. Ami azt jelenti, hogy gondoljuk végig, hogy most azt gondolják az emberek, hogy ha valamit el akarnak érni, ahhoz pénz kell, és
ha a kvantumfizikusok felfedezéseit ismernék jobban az emberek, akár utána is lehet járni ezeknek a dolgoknak, akkor rájönnének arra, hogy a te gondolatod, sőt, a gondolatod minden pillanatba, tehát a gondolatod minden pillanatába hatást gyakorolsz a környezetedben lévő tárgyakra. És nem csak tárgyakra, hanem ami történések kialakulhatnak, azokra is. Ha az emberek ezt tudnák, akkor egész másként kezdenének el működni, és nem a pénzt hajszolnák olyan mértékben, ahogy most hajszolják, ugyanis a pénz az nem egy cél. És ugye az a baj, hogy az embereknek a pénz az egy cél. A pénz az nem cél, az csak egy eszköz. Ez olyan, hogy a kalapács sem cél, hanem valamire eszköz. A pénz valamire eszköz. És ráadásul egy csere eszköz. Tehát ami annyit jelent, hogy az embereknél direkt elérték azt, szándékosan elérték azt, hogy félreértsék a pénz működését, szándékosan elérték, hogy a pénz legyen a céljuk, és azáltal, hogy egy embernek az eszköz a célja, és nem egy olyan dolog, amit az eszközzel valósít meg, akkor félrecsúszik az illetők élete. Tehát most gondold végig, hogy ha csak otthon felhalmozol céltalanul, akkor mi fog történni? Lesz egy csomó dolgod, aminek semmi értelme, semmi. És egy idő után ettől a sok dologtól nem fogsz elférni. Hát ha az ember valamit vásárol, akkor azért vásároljon, mert azzal, amit vásárol az ember, képes vagyok valamilyen célt megvalósítani. Például az ember azért vegyen egy kalapácsot, hogy mondjuk azzal tudjon mondjuk kiegyengetni valamit, vagy beverni egy szöget, vagy bármi olyan dolgot, amire a kalapácsot használják. A kalapács az nem egy dísz, az nem egy olyan cél, hogy a kalapácsért vásároljuk a kalapácsot, nem tudom, világos-e. Márpedig, ha megnézitek, az emberek például az autót nem valamilyen cél megvalósítása érdekében vásárolják, hanem az autóért. Tehát olyan, mintha kalapácsot a kalapácsért vennénk. Tehát ruhát azért vennél, hogy legyen, nem azért, hogy használd. Nem tudom, világos-e. Bár sokan ugye így vannak a ruhával is, hogy csak azért vásárolnak ruhát, hogy legyen, nem azért, hogy használják. Ha megnézed, ma egy olyan világot élünk, hogy az emberek egy ilyen eltorzult gondolkodással rendelkeznek már, mert eltorzították a gondolkodásukat, és ezzel elérték azt, hogy nem egy cél megvalósítása érdekében vásárolnak bármit, hanem azért a dologért vásárolják. Tehát a cipőt nem azért vásárolják, hogy használják, hanem azért a cipőért vásárolják a cipőt.
a ruhát a ruháért, nem azért, hogy használják. Ha végig gondolod, kicsit visszamész a múltba, vett valaki egy ruhát, és addig használta, amíg tönkre nem ment. Most egy ruha ott lehet akár a szekrényben 40 évig, mert nem használódik el, nem azért megy tönkre, mert elhasználják, hanem az állásban. Mert az anyag maga, az anyag állaga, az tönkre megy. És nézd meg, sokan ezt csinálják, hogy az eszközeiket célként vásárolják. Azért, hogy hát majd, ha kell, valamire használom. Érted? Nem azért, hogy tudja, hogy mire kell. Világos ez? Na most persze a fogyasztói társadalom az elmúlt 100 évben elérte azt, hogy az emberek így működjenek. A fogyasztói társadalomnak az a célja, hogy te költs, 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 és olyan sok dolgot vegyél meg, amire semmi szükséged. Ha megnéznéd, hogy a lakásodban hány olyan dolgot találnál, amit nem használsz még hetente se, vagy havonta se, gondold végig, egyszer se. Hány, vagy a ház körül, tehát a házban és a ház körül, ha házad van, ha lakásod van a lakásban, hány olyan dolog van, amit nem használsz valamilyen rendszerességgel. Csak ott van. És minek van ott? Minek vetted meg? Nincs célja annak, hogy ott van. Az csak megvetted azért, mert elérték, hogy megtetszen. Érted? Nem azért vetted meg, mert milyen jó lesz erre, arra, amarra valamilyen dolgot megvalósítani vele. Nem. Hanem azért vetted meg, mert megtetszett. Tehát az emberek most dolgoznak, tudod miért? Tehát mi, tehát mi az, hogy megtetszik nekünk valami? Amögött tudod mi van? Egy érzelem. Tehát hogy neked valami megtetszik, az egy érzelem. Az értelmünk az a következőt mondaná egy ilyen esetben. Ugye van, akik még nem tudják, mondom nekik, hogy az agyunk az két fél részből áll. A jobb agyféltekénkből és a bal agyféltekénkből. A bal agyféltekénkbe helyezkedik el az érzelem, a jobb agyféltekénk pedig az értelemért felelős. És az embernek megtetszik valami, a megtetszés bal agyfélteke, de a legtöbb ember mit csinál? Megtetszett, fogja és megveszi. A jobb agyféltekéjét, ha használná netán, az értelmét használná, akkor az rögtön azt mondaná, hogy minek veszed meg, mire fogod használni. Kell-e az neked? Tehát magyarul az értelem az mérlegel, az érzelem soha sem mérlegel. Az érzelem az úgy működik, hogy mitől én valakinél látsz valami olyan dolgot, ami megtetszik, akkor elkezdesz vágyódni azután a dolog iránt. Ez megint csak baloldal, megint csak ösztön, megint csak érzelem. Tehát az ösztön érzelem összekapcsolódik teljes egészében. És az ember megveszi azt a dolgot, ha szüksége van rá, hanem csak azért, mert megtetszett. És nagyon érdekes, mert valahogy ez úgy működik, hogy minél szegényebb családból származik valaki, annál inkább az van, hogy nem tud ellenállni annak a dolognak. És megveszi, ha van pénze természetesen.
Tehát minél szegényesebb gyerekkora volt, tehát anyagi szempontból a szülők minél szegényebbek voltak, annál inkább nem tudja magát korlátozni abban a kérdésben, hogy megvegyen olyan dolgokat is, amire az ég adta világon semmi szüksége nincs. A gazdagabbak, akik olyan családban nőttek föl, ahol nem szegények voltak a szülők, a gazdagabbak azok sokkal hajlamosabbak a mérlegelésre, hogy kell-e az nekem, mire fogom azt használni, ez a mérlegelés. És ha nem tudom, hogy mire fogom használni, csak tetszik, akkor nem veszem meg. Tehát ez úgy jutottunk ide, hogy van nekünk ugye egy agyunk, amiről ugye tudni kellene, hogy vannak agyhullámai, és az agyhullámainkon keresztül energiát bocsájtunk ki. Ha jó állapotban vagyunk, akkor pozitív energiát bocsájtunk ki, ha rossz állapotban vagyunk, akkor negatív energiát bocsájtunk ki. És ugye ez kvantumfizikában mérhető. Tehát ez mérhető. Tehát a kvantumfizikusok meglepődve tapasztalták, hogy az anyag megváltozott a gondolatra, az anyagnak a rezgése. A gondolat hatására megváltozott. Ezért van az, hogy egy bemész egy jó állapotú ember lakásába, házába, és minden eszköz jó állapotban van. Bemész egy rossz állapotú ember házába vagy lakásába, akkor azt veszed észre, hogy minden lepusztulóban van. És ez annak köszönhető, hogy a rossz állapotú embernek az agy kisugárzásán keresztül ugye olyan fajta negatív energia távozik, ami egyszerűen tönkre teszi az anyagot. Ezért például, nagyon egyszerű példa, két ember használ ugyanolyan típusú autót, és az egyik állandóan bedöglik, a másiknak meg sosincs semmi baja. És akkor azt mondják, hogy hát ez gyári hibás. Oké, hát ez valami gyári hibás, tehát van ilyen, hogy ugye mondják ugye a gyártók meg a szerelők, hogy van ilyen, hogy egyszerűen ez egy rossz, nem maga a konstrukció rossz, hanem az autó. Közben nem, hanem az egyik egy jó állapotú ember, a másik meg egy rossz állapotú ember. És a rossz állapotú ember autója az állandóan elromlik. Tehát én láttam olyat, hogy ugye nekem 15 vagy 16 vagy 17 autón volt már, megint újra kéne számolni, mióta élek. És ugye annak nagy része, mert abból csak hármat vettem újat, a többi az nem újként volt megvéve. És én az összes használt autómat jobb állapotban adtam el, akár úgy is, hogy használtam akár 10 éven keresztül, mint ahogy vettem. Na most, utána aki megvette, azok közt volt, akiket tudtam szemmel kísérni, hogy kivette meg, mert vagy ismerős, vagy rokon volt. És azt az autót, amit én hibátlanul használtam, és még inkább javítottam rajta, jó, de hozzátenném, hogy a szakmámból kifolyólag is, pár év alatt tönkretették. Tök mindegy, hány éves volt. Érted? Pár év alatt. Sok olyan is előfordult, hogy nem is kellett pár év. Pár hónap is elég volt, hogy tönkretegye. Érted?
De ugye gyerekkoromtól fogva figyeltem arra, hogy jó állapotban legyek, nem tudatosan, de ugye egy idő óta, mióta ezt tanulom, és tanultam, azóta ugye tudatosan figyelek arra, hogy jó állapotban tudjak maradni. De a jó állapotnak van egy igen-igen fontos feltétele. Méghozzá az, hogy te mióta élsz. Nézd meg, hány éve élsz. Mennyi problémát nem tudtál megoldani? Az én életemben nincs olyan, amit nem tudtam megoldani. Na, ez a különbség. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy több problémám volt, mint neked. Lehet, hogy sokkal több problémám volt, mint neked. Mi tudod miért? Mert én belementem olyan élethelyzetekbe, amiben a legtöbb ember bele sem mer menni. Nem törvénytelen élethelyzetekbe, most ne érd félre, hanem törvényes élethelyzetekbe. A legtöbb ember azoktól a törvényes élethelyzetektől visszarettent volna. Mondjuk hány pénzintézetet alapítottál? Én ötöt. Ötöt. Érted? Na most, ami azt jelenti, hogy sőt, nem ötöt, rosszul mondtam, mert utána még alapítottam kettőt. Az akkor 7-7-et. Na most, ha megnéznéd mondjuk a világban, vagy mondjuk itt Magyarországon, maradjunk Magyarországon, hogy hány ember alapított, hány pénzintézetet alapított egy ember, akkor lehet, hogy vinném a pálmát. És lényeg az, hogy na most gondold végig, mikor egy átlagember egy olyan dologgal kezd el foglalkozni, ami hatalmasok, tehát hatalmaskodók érdekeit sérti. Akkor nehogy azt itt, hogy annak nem lesz elég problémája annak az illetőnek. Érted? Tehát én hatalmaskodók érdekeit sértettem, például olyannal is, hogy a neves, tehát én a jöttment senki, a neves biztosítók által alakított pénzintézeteket lehagytam. Érted? Na most gondold végig, amikor visszajött hozzám, hogy szőnyeg szélére állították a tulajdonosok, a pénzintézet vezetőit, hogy mi az, hogy egy senkiházi neve sincs ember, meg létrehoz egy szervezetet, és ez a neve sincs szervezet, hát volt nevünk, ugye, mert mindig volt, hát lehagy minket. Érted? Tehát ez visszajött hozzám. Mert ugye azért voltam jó viszonyban az egyesekkel, és azt mondták, hogy na akkor tegyetek valami olyat is, amivel elsöpritek az útból. És akkor hoztak olyan szabályokat, törvényeket, ami által azt kellett mondani, hogy jó, akkor kiszállok abból a területből. Világos ez? Hála Istennek, hogy kiszálltam. Mert akkor most nem állnék itt. És fölrólják például azt a számlámra egyesek, spirituális emberek, hogy én pénzügyi dolgokkal foglalkoztam, és hogy merek én spirituális dolgokkal foglalkozni idézőjelben, mikor én pénzügyi. És ezáltal én, hát nem, tehát nem vagyok mester. Na most
mondj bárki az elmúlt 10 évben az élettel kapcsolatos ezeken a területeken nem tudott olyan kérdést föltenni, ahova nem kaptam volna mondjuk 3 percen belül választ. Kitől? Nem emberektől, hanem szellemlényektől, fentiektől, én ezt szoktam mondani. Na most, de abban lehetett pénzügyi dolog is. Érted? Na most ezt akkor csinálja valaki utána. De a pénzügyi dologhoz kellett tapasztalat, érted? És én tudom, hogy vannak olyan spirituális emberek, akiknek nem tetszik az, hogy én olyan dolgokhoz is értek, amikhez nekik halvány fogalmuk nincs. Érted? Dunsztjuk nincs róla. Jó, tehát ezt csak azért mondom, mert sajnos, ugye, válaszoltam is ilyen embereknek, úgyhogy módorosan természetesen, hogy a szapuláshoz, mert ugye ők név szerint szapulnak engem, a szapuláshoz nem kell 3 számjegyű IQ. És azt is válaszoltam, hogy más leértékelése az elnyomás. És az elnyomás az ártó tett. És az ártó tettet mindenkire, az ártó tette mindenkire visszaszáll. Hoppá. Tehát a saját ártó tette mindenkire visszaszáll, nem feltétlenül olyan formában. Itt van a 10 életterület. Van választék, hogy melyik területen kell visszaszállnia. És nem ember fogja meghatározni, hogy melyik területen fog visszaszállni az ő ártó tettének a következménye, hatása. Van szépen a fentiek kiválasztják, semmi gond nincs ezzel. És ugye abba is szapultak, hogy ugye azt mond, hogy azt, tehát hogy én azt mondom, hogy csak én vagyok az egyetlen olyan ember a bolygón, akinek a tanításai révén el lehet jutni az aranykorba. Hát ezt én nem tudom, hogy mondtam-e valaha. Főleg így. Én azt mondtam, hogy keressetek olyan tanítót, aki az élet összes területére tud tanítást nyújtani. Én csak ezt mondtam. Rajtam kívül. Hát ha valaki keres, akkor hát ha talál. Semmi gond nincs ezzel. Találjon. Tehát, és nem csak úgy tanítok, hogy tanultam, hanem úgy is tanítok, hogy tapasztaltam. Tehát ugye azt is írtam, hogy az, hogy ki jut be az aranykorba, mert ugye olyan volt, hogy valaki kommunikált valakivel, és akkor az illető nagyon gyorsan, itt tanuló egyébként, nagyon gyorsan lezárta azzal, akit ugye szervezni szeretett volna, hogy tehát ő elutasította ugye az ő ilyen irányú közeledését, a szervezőnek a közeledését, és azt mondta, hogy ugye a szervezőnk, a tanuló,
hogy nem jutsz be az aranykorba. És akkor hogy merünk mi ilyet kijelenteni, hogy ő nem jut be az aranykorba, meg hogy az emberek nem jutnak be az aranykorba? És akkor én válaszoltam, hogy az, hogy ki jut be az aranykorba, az tudás és cselekedet függő, és nem mi döntjük el, hanem a fentiek. Úgy írtam le, hogy nem mi halandók döntjük el, hanem a fentiek. Ami elég érdekes, mert mikor mondtam én azt, hogy mi döntjük el, hogy ki jut be az aranykorba, vagy ki nem? Hallottatok ilyet valaha? Tőle. Tehát én azt látom, tehát amikor én beszélek emberekről, akkor én nem szoktam neveket mondani, az biztos tapasztaltok, nem? Mert nekem nincsenek útba más tanítók vagy más spirituális emberek. Egyáltalán nincsenek útba. Tehát nekem az a jó, ha ők csinálják a dolgukat. Az a jó, ha minél jobban csinálják a dolgukat. Tehát semmi gondom nincs ezzel. Tehát az lenne jó, hogyha nem csak annyian haladnának ténylegesen az aranykor felé a bolygón, mint amennyien most haladnak, hanem sokkal többen. De azt tudom, és ez nem vitatkozás kérdése, hogy egyedül nem lehet bejutni az aranykorba. Érted? Hát az aranykor arról szólna, hogy az emberek szeretetben együttműködnek. A szeretetben együttműködés az nem azt jelenti, hogy mindenki külön. Világos ez? Hát ha mindenki külön, ami most van a világban, az nem az együttműködés felé irányítja az embereket. Most gondoljátok végig, a fenti világban van egy olyan fajta működés, hadd beszéljek erről egy kicsit, van egy olyan fajta működés, hogy ugye van a legfőbb főnök, az ki a legfőbb főnök? Hát ugye a teremtő, csupa nagybetűvel, úgy is lehetne mondani, hogy mindenható, ő a legfőbb főnök. Ugye belőle indult ki minden, tehát belőle indult ki az élet, belőle indult ki az anyag, minden. Ha ő nem lett volna, akkor mi se lennénk. Ha ő nem lett volna, akkor nem létezne az egész világegyetemben anyag. Nem lenne olyan, hogy anyag. Világos ez? Tehát maga az egész világegyetem egy légüres tér lenne. Energiamentes légüres tér. Ha ő nem lett volna. Világos ez? És azt is tudjuk, hogy hogy jött létre, de ez most nem ez ide tartozik. Illetve tudom, és erről már beszéltem. Azért mondtam, hogy tudjuk. Na most, de nem is ez a lényeg. Hanem ő a főnök. Oké? És feltétel nélkül elfogadják a követői. Érted? Feltétel nélkül. Minden szinten. Feltétel nélkül elfogadják. Tehát nem kérdőjelezik meg semmilyen utasítását, érted? Semmilyen utasítását, mert nincs is utasítása. Tehát ő nem kell, hogy utasítgasson. Ez csak itt szakás nálunk az utasítgatás a Földön. Ott nincs utasítgatás odafönn. Hanem azt tudják, hogy mondjuk a teremtő kitalál valamit, akkor azt csinálják. És ez ugyanígy megy lefele. Tehát a teremtőtől kiindulva van egy hierarchia. Azt is tudom, hogy ez hogy működik, hány szintű, stb. Stb. Van egy hierarchia. És a hierarchia legalján lévők sem kérdezik meg az egyel fölöttük lévőknek az utasításait. Idézőjelbe az utasítást. Jobb szó most nem jut eszembe.
nem kérdőjelezik meg. Érted? Tudod, miért vannak itt az emberek egy jó része a bolygón? Mert megkérdőjelezték a most idézőjelben rangban felettük állóknak az utasításait. Érted? Mit jelent a rangban felettük álló? Tehát a fentiek úgy működnek, hogy akkor kerül valaki magasabb rangba, magasabb beosztásba, vagy magasabb hierarchia szintre, amelyik neked jobban tetszik, nekem mindegy, hogyha ő bizonyította az érdemességét arra. Világos ez? Nem onnan azért, mert sok pénze van. Nem azért, mert jó családba született. Világos ez? Hanem azért, mert bizonyította az érdemességét. És onnantól kezdve, ha valaki bizonyítja az érdemességét, az hozzá idézőjelbe beosztott lények nem kérdőjelezik meg se a tudását, se az akaratát, semmit. Ezt úgy hívják, hogy feltétel nélküli elfogadás. Világos ez? És azok a lények, akik elkezdtek ezzel lázadozni, azt fogták, azt ide küldték a földre. Lázadoz itt. Tényleg. Például a leghíresebb ilyen lázadó, az Lucifer volt. És annak a slepje, bagázsa, vagy ami tetszik, jobban tetszik. Érted? Persze egy csomó angyalt onnan is meg lehet nevezni, akit Lucifert követett. Szóval gondold végig, hogy egy olyan világ felé kell törekednünk, ahol mutatom. Jó, pillanat. Itt van, ahol egy magasabb létformába kerülhetünk. A magasabb létforma legalja az az angyali szint. Ugye egyel fölötte az arkangyali szint van. És akkor így mehetnénk fölfele. Tehát az angyali szint. Na most az nem az aranykor. Az az aranykor utáni időszak. Tehát az aranykor az maradna a Földön. Méghozzá, hogy előre láthatólag meddig, arra jelenleg nincs tervezet. De onnantól kezdve, ha valaki bekerült az aranykorba, és megtanulja a feltétel nélküli együttműködést, ugye most miért nem lehet itt megtanulni a Földön? Tudod miért? Nagyon egyszerű. Mert minden ötödik ember elnyomó. Minden ötödik ember. A bolygó 20%-a elnyomó. És olyan közegben, ahol nap mint nap találkozhatsz elnyomókkal, nem lehet olyan szintű fejlődést elérni, ami ahhoz kell, hogy bekerülhess egy magasabb létformába. Ezért csinálták azt a Földön, hogy elmentek mondjuk Remetének, ahol kizárták az emberek közelségét. Ahol bementek mondjuk egy kolostorba, érted? És bezárták magukat a kolostorba, hogy ne is találkozzanak még véletlenül se elnyomókkal. Világos ez? Az úgy meg lehetett csinálni, hogy följussanak a hetedik lelki szintre. De egy olyan helyen, ahol minden ötödik ember elnyomó, érted? Nem lehet megvalósítani.
és a kísérlet vége felé járunk. A kísérlet végének határideje van, 2035. Ami azt jelenti, hogy 2035-ig ezen a bolygón meghalnak az elnyomók. És azok is, akik nem alkalmasak, bár nem elnyomók, de nem alkalmasak arra, hogy az aranykorba bekerüljenek. És ezt nem én választom ki. Ezt a hülyeséget, hogy én választom ki. Még azt kéne csak, hogy én választom ki. Meg egy púpa hátamra. Fentiek erre sokkal alkalmasabbak. És egyébként is ők az élet urai. Ennyi. Nem mi. Mi csak piszkálgatjuk itt az életet. Ők meg az élet urai. Oké. Tehát a fentiek gondoskodnak arról, hogy akinek nem kell megélnie a 2035-öt, az ne élje meg. Oké? De azért ugye mondanám, hogy azok az emberek, akik viszont egy kicsit komolyabban veszik az életüket, úgy értve a komolyabb dolgot, hogy nem azért élnek, hogy fogyasszanak, hanem azért élnek, mert értelme van az életüknek. És mi az értelme az életünknek? Hát az, hogy egy magasabb létformába kerülhessünk. Ez az értelme az életünknek. De ahhoz, hogy magasabb létformába kerülhessünk, ahhoz nem a fogyasztás a cél. Oké? Hanem a fejlődés a cél. És a fejlődéshez nem elég a szellemi dolgok valamennyi szintű ismerete és működtetése. Nem elég, mert anyagi világban is élünk. Ami azt jelenti, hogy az anyaggal is kell tudnod bánni. Nem csak a szellemi dolgokkal. Hát megnézed, a legtöbb spirituális embernek, bocs, hogy ezt kell mondanom, kilóg a segge a gatyából, a szegénységtől. És állítom, hogy a spirituálisok többségének. Sajnos. Miért? Hát nagyon egyszerű. Megmutatom, jó? Itt van. Mert nem tud bánni másokkal, nem tud bánni a munkájával, nem tud bánni a pénzzel. Meg önmagával se. Csupán csak ennyivel. A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánj önmagaddal. A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánja másokkal. A spirituális tanításokban nincs benne, hogy hogyan bánja munkáddal. Egybe se. Meg az sincs, hogy hogyan bánja pénzzel. Ez mind nincs benne. Egy spirituális tanításban sem. Azért kíváncsi lennék csak úgy próbaként, hogy a spirituális emberek hány százaléka van eladósodva valamilyen szinten. Csak úgy kíváncsi lennék. Mindegy, hogy mennyire van eladósodva, ha hitele van, hitelt vett föl, és még nem fizette ki, akkor el van adósodva. Tehát ilyen szinten. Biztos, hogy nem jobb az átlag, mint a sima hagyományos emberekre, akik nem spirituálisak. Tuti. Tehát magyarul beleesnek ugyanabba a csapdába, mint az összes többi ember. Magyarul a társadalom olyan irányú törekvése, fogyasztói társadalom olyan irányú törekvése, hogy vegyen, vegyen erőn felül, őt ugyanúgy megfertőzte.
Semmi gond azzal, ha valaki nem spirituális, és beleesik ebbe a csapdába. De egy spirituális ember hogy eshet bele? Csak úgy kérdezem. És akkor spirituálisnak vallja magát? Én is beleestem addig, míg nem voltam spirituális. Világos ez? Tehát a kettő összeférhetetlen. A spiritualitás és a hitel az összeférhetetlen. Hát gondold végig, a spirituális embernek az a lényege, hogy van hite. A hitel meg ott van, hogy elment a hite. Hit el. Hát nem fér össze a kettő. Hát akkor milyen spirituális az, akinek nincs hite? Hát ha valakinek hite, akkor nincs van hite, akkor nincs szüksége hitelre. Érthető ez? És ezzel nem bántani akarok bárkit, most ne értsétek félre, csak helyre akarom rakni a dolgokat benned. Persze én tudom, hogy mindig az fáj az embereknek, ami talál. Mindig. Az, ami nem talál, az így megy el a fülük mellett. De ami talál, na az aztán sérti őket. Hát én figyeltem azt a ugye szapulást, spirituális, de hát itt spirituális emberek szapultak, hozzátenném, tehát nem sima emberek, spirituálisak szapultak. Hát basszus kutya, mind talált, ott olvastam az a hozzászólásaikban, hogy találtak a dolgok náluk, amit tőlem hallottak. Ha hallottak egyáltalán, mert volt, aki hallott. Hát ugye azt ne várja tőlem senki, hogy én úgy fogok előadásokat tartani, hogy figyelve arra, hogy nehogy valaki megsértődjön vagy megbántódjon, úgy nem lehet tanítani. Világos ez? Tehát bizony ez úgy működik, hogy a tanítások tele vannak sajnos olyan dolgokkal, ami talál. Tehát én több millió forintot fizettem ki a saját képzéseimre az életem során 91-től. Tudod nálam is hány dolog talált? De én tudod mit csináltam, mikor talált valami? Nem ideges lettem, hanem ezt. Ó Istenem, tényleg. Ezt csináltam. Na ez a különbség. Tehát engem nem kihozott a sodromból, hanem megdöbbentett, érted? Hogy ó, tényleg. És tudod mit csináltam utána azzal? Változtattam. Érted? De ha téged kihoz a sodrodból, akkor te nem fogsz változtatni. Az hód biztos. Hát ott van az a rengeteg spirituális, aki szapul, érted? Nem is változik semmi. Egy millimétert se. De egyébként bármikor állnék bármilyen vita elé. Simán. Van 8-asom. Ennyi. Harcoltam én már éppen eleget életembe. Tudom mi az, hogy harc. Semmi gond nincs ezzel. Oké? Szóval a lényeg az, hogy az embereknek nagyon fontos lenne tudni azt, hogy a gondolataikkal határozzák meg az életük folyamát. Mert ugye most azt mondják, persze, mert hát döntéseket hozunk. Nem. Én nem a döntésekről beszélek. Nem. Arról beszélek, hogy napi szinten, amikor éber állapotban vagy, tehát felébredsz reggel és elalszol este, aközt,
milyen gondolatok forognak a fejedben. És ha nincs benne egy döntése, akkor sincs gond, mert nem ez a kérdés, hogy rossz döntést hozol vagy nem, mert tudod mi alapján hoz az ember rossz döntést vagy jó döntést? Hát annak alapján, amit tud, a tudása alapján. De itt én nem a tudásról beszélek. Tehát az ember mikor rossz döntést hoz, azért hoz rossz döntést, mert azon a területen vagy rossz a tudása, vagy nincs tudása. Ennyi. Ha jó döntést hoz, azért hoz jó döntést, mert van tudása azon a területen. Kész. Nagyon egy pofon egyszerű. De az a nem mindegy, hogy te napi szinten milyen gondolatokat forgatsz a fejedben. Mivel kapcsolatban? Nézzük meg. Ezzel a területekkel kapcsolatban. Önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ezekkel kapcsolatban milyen gondolataid vannak? Nyilvánvaló, hogy a leginkább a gondolataid ezt befolyásolja. Önmagadat. De minden más egyebet. Oké? És ez a kulcskérdés, hogy az emberek nagy részének fogalma nincs az, hogy a saját gondolatainak, nem döntéseinek, még egyszer mondom, gondolatainak milyen meghatározó hatalma van az életére nézve. Hát most spirituálisnak vallja valaki magát, és alapvető dolog az, hogy nem értékelünk le senkit. Alapvető dolog az, hogy nem szapulunk senkit. Persze azt lehet mondani, hogy mit tudom én, az emberek egy jó része vagy egy része ilyen, olyan, amolyan, de nem személyesen. Világos ez? Hát ha személyesen értékelsz le embereket, azt úgy hívják, hogy elnyomás. És a spirituális emberek így simán úgy értékelnek le bárkit, mint csak úgy fütyül. Érted? Mert azt mondják, hogy tudatlanok, meg buták azok, akik mondjuk beoltatják magukat, ez tény. Érted? Tehát ha valakire azt mondta, hogy ugye vannak a butának vannak különböző megnevezései. Ide tartozik az ostoba, ide tartozik az ökör, ide tartozik a liba, stb. Stb. De a hülye is ide tartozik, érted? A birka is ide tartozik, persze. Ez a tudatlan butának a különböző megfogalmazása. Ez olyan, mint hogy vannak szavaink, amit lehet nagyon szépen finoman mondani, meg lehet kevésbé finoman mondani, nem? Például a nemi szervet is lehet másképp mondani, nem? Kevésbé finoman. Nem? Férfi nemi szervet is, meg a női nemi szervet is lehet kevésbé finoman is mondani. Oké? És ugye hála Istennek ilyenek a szavaink, hogy választékosan lehet mondani. És ha az ember választékosan mondja, akkor könnyebben betalál. Mintha olyan finoman mondaná. De hát sokan még ha azt mondanád neki, hogy buta, akkor is kikérné magának. Érted? Akkor is kikérné. Ma volt
nálunk egy ismerősöm, egy régi ismerősünk, hát csak arra járt, aztán már rég találkoztunk, az becsöngetett, bejött. Ugye a köszönés az úgy volt, hogy így, így kellett vele köszönni, így, tudod, így öklözni. Marian fogta, nyakába ugrott. Férfiről van szó egyébként. És ugye meglepődött természetesen. És akkor beszélgettünk, be sem mert jönni a lakásba, kint a teraszon kellett beszélgetni. Mindjárt leültünk, és akkor nem megy be, jó, hát nem, pedig invitáltuk, hogy jöjjön be. Teraszon beszélgettünk, és akkor beszélgettünk, beoltották februárba. És hát egy olyan másfél hónappal ezelőtt meg nagyon beteg lett a Covid-tól. Nesze, ne, tessék! Februárban beoltották, azt mondja, most van május, mikor áprilisban meg nagyon beteg lett tőle. És ugye még mindig ilyen fáradékony azóta is. Lesz-e neked oltás? Szóval én csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy gondoljátok végig, hogy Hitler, ugye menjünk egy kicsit vissza a történelembe, Hitler miért tudta arra a dolgokra fanatizálni az embereket, amire tudta? Mi volt a kezében az, amivel ezt meg tudta csinálni? Ez nagyon egyszerű, úgy hívják, hogy propaganda. Propaganda. Ennek a propagandának köszönhetően gyakorlatilag addig, míg nem fordult a háború sora, tehát nem fordult vissza ellenük rája, tehát ameddig masíroztak előre a németek, addig gyakorlatilag szinte alig volt olyan, aki ebben nem értett egyet, ugye Németországban. De nem csak Németországban, hanem ugye a hozzá kapcsolódó Ausztria, stb. Dánia, stb. Országokban. Na most, és egyetlen egy dolgot használt erre a célra, hogy szó szerint az emberek birkaként kövessék a propagandát. Én mióta élek, csak hallomásból hallottam azt, hogy a propagandának milyen hatása van az embereknek. Nézzük meg Magyarországon a propagandával mit értek el. A propagandával elérték azt, hogy a második világháborút követően egy pártrendszer lett Magyarországon. Ezt a propagandával érték el. A propagandával elérték azt, hogy gyakorlatilag istenítették Rákosit. Ma ezt tanultam, emlékezz vissza, meg tudsz nézni a korabeli videókat, filmeket, erről szól a történet, iradókat, stb. Olyan propaganda volt, hogy ihaj. Én még abban az időben születtem, amikor még a propaganda bár már kádári propaganda volt, már az gyengébb volt jóval, de működött. De én az életemben olyan propagandát, ami most folyik, én még sose láttam. Sose. Tehát ennyi pénzt propaganda célra még soha nem áldozott egy kormány se az én életemben. Na most a propagandával elérte Hitler azt,
hogy gyakorlatilag mindenki támogassa. Ah, és hova jutottak? Csak úgy kérdezném. A propaganda révén elérték azt, hogy itt Magyarországon egy pártrendszer legyen. És hova jutottunk vele? Na most, szerinted te láttál már olyan propagandát, aminek pozitív végeredménye volt? Mert én még nem hallottam ilyenről. Ezt csak azért mondom, hogy gondolkozz. Gondolkozz. Jó? Gondolkozz. Ha neked bőven elég az, hogy amit a propagandában hallasz és követed azt, te életed nem az enyém, ennyi. Oké? És akkor erre lehetne mondani, hogy de hogy nem fogsz bejutni az aranykorba, az hód biztos, de miért nem én döntöttem el? Hanem te döntötted el. Na most mondok ezzel kapcsolatban egy dolgot? Nem mondok. Majd a képzésben, mert nem fér bele. A képzésben mondom. Csak mondjátok, hogy ne felejtsem el. Nézd körül a weboldalunkon. Próbáld ki. Nincs semmi kötelezettség. Még ha szapulsz is engem, akkor is nézd meg, hogy mit tanítok. Jó? Mert az, ami a díjmentesben van, az nem tanítás, az csak információ. De én legalább látok olyan embereket, akiknek javul az életük. Érted? És minek hatására? A tanítások hatására. Nem a díjmentes rész hatására, csak úgy mondanám, hanem a tanítások hatására. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, találkozunk 25 perc szünet után az önismeret coach 5. hónapi képzésével. Szeretlek benneteket, sziasztok!